A nyári szünet végeztével újra színes programokkal várja Önöket az Egészségfejlesztési Iroda. Ezeket ajánljuk a következő percekben. Az Egészségfejlesztési Iroda friss hírleveléből megtudhattuk, hogy szeptembertől a nyári szabadságolások után újult erővel működnek tovább a programok térségünkben. Kajászón dr. Maier András nagy sikerű klubjai, a Diabetológiai és az Energia Egyensúly Klub utolsó alkalommal aktív szeptember 15-én délután 5-től és 6 óra 30-tól. Egy nappal később Baracskán ugyanezen klubok szintén Maier doktor úr vezetésével az utolsó klub foglalkozásukra gyűlnek össze a faluházban. Az időseket közösségben tartó klub továbbra is látogatható lesz minden hónap második péntekén 5 órától. Dr. Kulumbán Otília, krízishelyzet klubja pedig a hónap első és második csütörtökén. Gyúrón és Tordason nincsen változás, mindkét helyen tovább folytatódnak dr. Harbula Ildikó szívklubjai változatlan időpontokban. Ráckeresztúron a Szent János téri általános iskolában minden hónap első csütörtökén délután 4-től fél 6-ig látogatható dr. Bánovics Ilona idősek klubja a doktornő szeptember 27-én egésznapos egészségnapot is szervez. Dr. Takács Imola Energia Egyensúly klubja a megszokott időpontokban jelentkezik Martonvásáron. Ugyanez a település ad otthont az EFI egyik kiemelt szeptemberi eseményének, a dr. Cikajló Gyula házi orvos által szervezett nagyszabású sportnapnak. Ez szeptember 20-án reggel 9 órától kereshetik az érdeklődők a Beethoven általános iskolában. Futóverseny, kerékpárügyességi verseny, kosárlabda, babamama torna, balett bemutató és számos egyéb foglalkozás a megszokott szűrésekkel kiegészítve képezi a sportnap programját. Ercsihez érkeztünk, az egészségügyi központban dr. Pásztor József kardiovaszkuláris szűrései, diabetológiai és kardiovaszkuláris klubja a második emeleti tárgyalóban az alábbi időpontokban kereshetőek. Szintén a második emeleti tárgyaló a helyszíne Búzás István dohányzás ellenes klubjának ezt szeptember 3-án, 16-án és 30-án látogathatjuk. Maradva a helyszínnél dr. Pálfai Anna Mária szeptember 1-én, 15-én és 29-én várja a klienseket krízis és terápiás együttműködés klubjára, míg Szent Gráf Károly alkohol ellenes klubjaira 17-én és október 1-én kerül sor. A másik kiemelt helyszínen a Bacakó Péter városi sportcsarnokban Vajdics András gimnasztikát és úszást tart péntekenként, előbbi délután 4-től 5-ig, míg utóbbit 5-től 6 óráig. Ezen kívül vízi gimnasztika foglalkozások is elérhetőek keddi és csütörtöki időpontokban, hetente reggel fél 7-től fél 8-ig. Az Ercsi Napfény óvodában dr. Szabó Ildikó minden hónap második csütörtökén várja az apukákat és az anyukákat szülői klubjába. Minden héten időpont egyeztetéssel kereshető Nagy Péter Gábor táncklubja az Eötvös József művelődési házban. A kikötő étterem és panzióban Fodorné Békes Erzsébet dietetikus vezetésével folyamatos a főzőiskola működése szombatonként 9-től délig. Figyelem! Az EFI programjához kapcsolódva Martonvásáron és Gyúrón ismét igénybe vehető a mammográfiai szűrés a következő időpontokban. Két változás még a végére. Változott a Kormos Géza felügyelete alatt zajló gyógytorna időpontja, itt a pénteki lehetőség ugyan megszűnt, de keddenként az egészségügyi központ második emeletén déltől 1 óráig változatlanul igénybe vehető a szolgáltatás. Az iroda új mozgásért felelős munkatársa, Bacakó Andrea, Galac Imrét váltva augusztus 1-től megkezdte munkáját.